Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Elérkeztünk a halacskának a kifestéséhez, illetve a halak horoszkópnak a kifestéséhez. Elég sokat vaciláltam rajta, hogy milyen színnel fessem a halakat, de végül is nagyon szeretnék dolgozni egy kicsit a metál arannyal, illetve a metal bronzzal. Hát remélem, itt az az ácédulától látjátok a színt, mert ugye az lenne az érdekes. Nem tudom, lehet, hogy még fogok egy kis csillámos belekeverni, narancssárgát. Ugye hát a víz miatt mindenféleképpen játszanék egy kicsit a kékekkel, a kis türkiszkékemmel, és hát ugye ide meg a fa, meg nem tudom, itt még majd kitaláljuk a dekorációt, jó? Tehát kezdjük az üvegfestéssel, és akkor utána azonnal mesélek a horoszkópról is, mert tudom, hogy az is érdekes. A metálfestékeket nagyon-nagyon jól fel kell keverni, jó? Tehát a metálfestékeknél az nagyon kevés, hogy egy kicsit összerázzuk. Ezek azok a festékek, amikkel tényleg, tehát akkor lesznek szépek, hogyha odafigyelünk arra, hogy tényleg nagyon jól feldolgozzuk azt, ami oda az alján oda kicsit így leüllepedett. Jó, tehát mind az aranynál, mind a bronznál ez az első lépés. És akkor csináljuk úgy, hogy amíg én kevergedek, addig mondok így halacskás dolgokat. Hát, ami nekem mostanában feltűnt, mióta ezeket a horoszkópokat csinálom, hogy valahogy a dátumok azok mindig egy kicsit csúszkálnak. Tehát valaki azt mondja, hogy a másodikot, tehát február 19-től március 21-ig tart a halak. Van, aki meg azt mondja, hogy 18-től 20-ig. Tehát én ilyenkor, amikor egy ilyet megírok, rengeteg videót meghallgatok, rengeteg dolgot így kikeresek a neten, utána nézek mindenhol, és mondom, ilyen kicsit ellentmondásos ez a történet, de hát én maradnék itt a 19-től 21-ig, jó? Na most, amit a halakról tudni kell, hogy egy nagyon-nagyon nőies, befogadó minőséget képviselő jegy. Elsősorban a Jupitert, majd a későbbiekben a Neptunuszt társítják hozzá. Ugye Neptunuszt a görögöknél, ugye ő Poszeidon. Hát amit elsősorban ugye alapból a halakról tudunk, hogyha megnézzük magát a halacskát, akkor hogy nagyon csúszik, kicsúszik a kezünkből, kisiklik, elsiklik. Na most hát hajlamos ezt a problémák alól is, illetve a problémáknál is megtenni. Gyakorlatilag így kisiklik a problémák alól, tehát kicsit nehéz vele ez a fajta kommunikáció. Közben elkezdem festeni, jó? Tehát én most egy ilyen, hát nem is tudom hányos ecset, tehát kicsit szélesebb ecsette dolgozzom, mint a nullás, illetve most forgatni fogok, jó? Tehát most így az üveget forgatom, nem az egészet, mert különben itt mindent leverek magam körül. Tehát itt elkezdek arannyal dolgozni. Ha már aranykontúroztam, jó? Hát én itt elkezdem az aranykontúrral való munkát, és folyamatosan a bronzzal fogok játszani. A metal festékeknél valószínűleg, hogy fel kell kevernünk időközben is. Ezt megtehetjük úgy is, hogy egyszerűen beledobunk egy-egy ilyen kis pálcikát, és akkor néha így megkevergetjük, aztán a pálcikát később ki tudjuk dobni. Tehát ez a legegyszerűbb módja, jó? A kevergetésnek. Legalábbis én így inkább ezt szeretem alkalmazni. Még nem kell állandóan az ecsetnek a hátulját belenyomni, letörölni, tehát ugye azzal pazaroljuk a festéket is, tehát hogy állandóan megtörölgetjük, tehát szerintem ez a legegyszerűbb módja. Na, tehát, ha megnézzük a halaknak az ábráját, akkor azért a horoszkópokban mindenhol duplán ábrázolják a halakat. Tehát ugye eleve ugye egy egymástól elforduló, de mégis egy vonallal összekötött, tehát az összetartozás szimbolizáló kis ilyen vonalka van a kettőjük között, de mégis, tehát kettő darab halacska van. Tehát ez az, ami igazából a kettősségét jellemzi nagyon a halaknak, tehát a halas jegynek. Egyfelől ugye benne van a jegyben a feloldódás,
az egység, az összetartozás. Másfelől viszont megélheti a halak a kiábrándultságot, az egyedül létet, az álmok és a hitének az elvesztését, ami hát azért nagyon nehéz az ő számára, tehát olyankor azért egy ilyen nagyon, nagyon nehéz borulós időszak köszönhet rá. Mindig nyúljatok vissza a metába, jó? Mert a két metál úgy csapódik ki, hogy ilyen picit ilyen pöttyös lesz, buborékos, jó? Tehát nyugodtan, hogyha ez nem tetszik, akkor nyúljatok vissza, és így keverjétek még jobban össze egy picit azt a részt. Jó? Felkeverni minden esetben. Jó? Na, tehát ugye a kettőssége a halaknak, ez egyébként szerintem a horoszkópokban olyan szinten is látszik, hogy ugye ha megnézzük a halak, a február és a március. Tehát februárban még ugye minden fagyott, hideg, tényleg minden le van fagyva márciusban, meg azért már úgy elkezd olvadni a dolog, felmelegszik minden. Tehát ez is ilyen kicsit kettősség ez a halak történet. És hát ugye az olvadás az vízzel jár, tehát a halak a vizet ugye hát nagyon-nagyon élvezi. A halak egy nagyon-nagyon érzelmi jegy, tehát nagyon nagy szüksége van az érzelmekre, a szeretetre, arra, hogy odafigyeljenek rá az ő kis érzelemvilágára. Ezt egyébként viszonozza is, mert borzalmasan önfeláldozó. Sajnos ez ugye sokszor problémát is okoz, mert képes önmagát háttérbe szorítani ahhoz, hogy másnak segítsen. Keverjetek vissza, és csak ide, jó? Mindjárt folytatom a halakat, csak most azon gondolkozom, hogy beletegyek-e még valami más színt, mert ezek most ilyen nagyon aranyak lesznek, ezek a halacskák. Tehát, hogy hagyjam-e meg így az aranyat, vagy tegyek bele. Nem, szerintem én meghagyom ezt az arany dolgot így, és inkább majd itt ebbe a hátsó részbe még bele fogok tenni egy kis narancsot. Jó? Na, tehát a halacskák, mint érzelmi jegy, hát azt mondják, hogy gyakorlatilag a léleknek a fejlődése a halaknál így befejeződik. Tehát a lelkünk fejlődése az ott véget ér, megtanultunk mindent, amit kellett. Na most én itt kipróbálom, én belecsöpögtettem ide egy kis narancsot. Hát figyeljetek, szerintem ezt próbáljátok ki, mert álomszép. Tehát nem látjátok a videón, nem lehet látni a videóm. Ha csak egy kis üvegen, hasonló hatással lesz egyébként, mint a füstfóliának, de nem keverve. Tehát nem keverem, csak rácseppentek egyet. Jó, megpróbálom felemelni. Nem tudom, hogy mennyi fog belőle látszani a kamerába. Még próbálok valami okosat kitalálni. De gyönyörű, nagyon, nagyon szép színe van. Próbáljátok meg. Csak egyszerűen ráraktok egy cseppet, jó? És nem keverjük össze, hanem hagyjuk, hogy ahogy neki jól esik, de ezt itt alkalmazni fogom a hátsó részeknél is. Jó, tehát haladok tovább. Halacska, tehát ugye önfeláldozó, képes magára venni bárkinek a problémáját. Tehát ő tényleg azonnal ott van, és azonnal segít. Nagyon jó az empatikus készsége, tehát ösztönösen megérzi, hogyha bárkivel bármi gond van. Valahogy nem úgy mondja az illető a dolgokat, hogy abból azt lehessen érezni, hogy ő tényleg minden rendben van. Jó, tehát nagyon jól ráérez, hogyha valaki szépítget. Tehát a halakkal szemben ne kezdjünk bele ilyen szépítgető sztorikba. Egyébként remélem, hogy nem fog megsértődni, de nekem a húgom halak. És tehát a húgival való beszélgetés, tehát én egyébként imádom a húgomat,
nem mindennapos a kapcsolatunk, tehát nem hívogatjuk egymást minden nap telefonon, de ő az, aki tehát tényleg nem lehet mi is másolni. Tehát rám néz és tudja. Úgy nincs mese. Tehát nála nincs mese. Nem tudom, hogy nektek a halak ismerőseitek, illetve hogyha ti vagytok halak, az akkor hogy nyilvánul meg, de én ezt a huginát tapasztaltam, illetve még sok mást is, amit így a halakról mondunk, illetve mondanak. Na most itt így egy kicsit elmosom, mert innen szerintem egy kontúrvonal, mintha hiányozna. Lehet, hogy ezt itt a végén majd pótolni fogom. Nagyon-nagyon szépen ilyen cseppek vannak itt össze-vissza. Tehát annyira látszik, hogy a két festék kicsapódik egymásba. Egyébként nagyon jól néz ki. Bele fogok rakni egy kis kéket, ne haragudjatok nekem, erre most létigényem van, hogy így hogy a farok részt egy kicsit megkékesítsem. Nem tudom miért, a halak az valahogy hiányolja szerintem a kéket. De csak tényleg majd mindjárt meglátjátok éppen, hogy egy picit hát így. És itt viszont összekeverem. Mert ha összekeverem, akkor ilyen kicsit ilyen, ugye mivel az aranyba van, ami ugye hát azért egy sárga alap, ezért így bezöldesedik egy kicsit. Ezért tehát csak lehet látni a videón, hogy így egy kicsit ilyen zöldes lesz. Csak így próbálom színezni ezeket a farkincákat, de úgy, hogy azért valami kis harmónia is ugye megmaradjon. De annyira tetszenek ezek a farkincák, ezek a halfarkincák. Na, tehát önfeláldozó halacskáinknak nagyon vigyáznia kell, hogy ugye ne essenek át a másik oldalra. Ami jelen esetben azt jelenteni, hogyha ők így átesnek, hogy itt tényleg teljesen háttérbe helyezik önmagukat. Tehát nem a saját érdekeiket nézik, nem a saját igényeiket, nem folyamatosan a másikra fókuszálnak, és ezáltal nagyon kihasználhatják őket. Tehát ez szerintem mind a párkapcsolatban, mind a munkahelyen előfordulhat, mert hát, hogy ő úgy is megcsinálja. Tehát egyszer-kétszer ugye megkérdezi, utána már automatikusan így ráhatékezzák a dolgokat, tehát figyelj, hát de úgy is, hát te ezt tudod, neked ez nagyon jól megy. Jó, tehát mivel nagyon nehezen mond nemet, tehát ő nem fog egy halak nagyon ritkán mond nemet. Nem, tényleg, Teréz anyu, nagyon szeret segíteni. Egy másodperc, csak itt egy nagyon picit kell koncentrálnom. Egyébként háromszor kezdtem el felvenni ezt a videót. Tehát egyszer el volt fordulva a kamera, nem lett jó, oké. Utána elfelejtettem bedugni a mikrofont. Tehát előről kezdtem, de hát van ilyen, vannak ilyen napok. Egyébként ez a hónap, ez egy zseniális kis teremtő hónap lesz most március 13-ig. Tehát mivel én elég sűrűn hallgatom az asztrológiát, ilyen kis asztróbeállítottságú vagyok, most azt mondták, hogy így hú, de nagyon jó lesz nekünk, nagyon fogunk itt teremtgetni. Tehát ezt használjuk ki az alkotásainkra. Na, tehát, halacskák, nagyon nagy a hite, tényleg, nagyon nagy a hite a halaknak. Tehát ő hiszi azt, hogy minden egységben működik, minden ember jó, tökéletes. Ha hibázik is, azt ugye önhibáján kívül teszi mindenki, tehát nem akarattal, tehát nagyon, nagyon, tényleg borzasztóan hisz az emberekbe. Ide is teszek ide fölülre is egy picit, hogy a harmóniája meglegyen a halocskának. Hogy a manóba fogom én ezt lefotózni? Most tényleg azon gondolkozom, hogy azért ezt a csillogást nem lehet. Így, néha így fölpillantok ide a kamerára, de egyszerűen nem lehet ezt a csillogást lefotózni, tehát ha még nem festettétek meg, mert ugye a kontúrt azt már pár napja feltettem, akkor próbáljátok ki ezt egy üvegen, jó? Tehát a bronz és az arany,
kék keverékeket, és akkor az alapján döntsétek el, hogy esetleg milyen színűre festitek a halakat. Na most én itt megint csak szerintem most így tisztán a narancssárgát ide teszem, csak hogy legyen egy kis szín a dologba, és itt viszont összekeverem, tehát itt rákeverek. Ezáltal azt próbálom elérni, hogy maga a metálszínű festék az egy kicsit narancssárgásabb legyen. Tehát ha sötétíteni szeretném a metál festéket, akkor azt úgy tudom elérni, hogy barnával keverem. De én itt most így egy kicsit ilyen narancssárgásabb árnyalatot kívántam, és azért úgy né. Figyeljetek, elég sokan vagyunk most az üvegfestő iskola Facebook csoportba újak. Aki még nem annyira ismeri így a festéseket, azt szeretném tanácsolni, hogy ugyanitt a YouTube-on a csatornán van egy olyan, hogy madaras videók. Ott gyakorlatilag a csoportnak jó sok tagjával szerencsére egy komplett madaras képet festettünk, ami azt hiszem, hogy 10,5 óra alatt készült el, és ez 21 részben van felvéve. Ami annyit jelent, hogy a napi fél óra 40 percek. Én ezt javaslom, hogy nézzétek meg, mert nagyon sok pozitívum van benne, amit tanulhattok, tehát az üvegfestésről, a kontúrozásról. Tehát akik most kezdték, nem olyan rég, nézzétek meg, szánjatok rá egy kis időt, tényleg tudtok belőle tanulni, jó? Hoppa, hoppa, hoppa. Na, várjatok, mert itt egy kicsit összegubancoltam saját magamat. Na. És közben akkor mesélek megint a halakról. Tehát nagyon jó a fantázia világa, képes teljes fantázia világban élni. Tehát van egy ilyen kis kialakult fantázia rendszerkéje, és hát ő ebbe teljesen képes egyébként beburkolozni, és nagyon szereti hagyni, hogy így a problémák, amik jönnek, hát ezek így valahogy oldódjanak meg saját maguktól, bár ebben egyébként egyet tudok vele érteni. Tehát én is szoktam azt mondani, hogy az a probléma, amelyik 8 napon belül nem oldja meg önmagát, azzal én nem foglalkozom, mert ha megoldásra vágyik, úgyis visszatér az életembe. Tehát én ezt így szoktam alkalmazni. Ez a hosszú még ugye hozzátartozik. Keverem, keverjetek föl, légy szíves, hogyha valaki metált használ. Jó, tehát a halak az teljesen ebbe a hitbe képes élni. Probléma van, szeretjük, jön, semmi baj, majd valaki megoldja magától, vagy megoldódik magától, hiszen az életben minden csoda szép. Tehát valahogy mindig minden a helyére kerül, és így minden oldódjon meg magától. Hozzáteszem, mondom, ebben a részben teljesen igaza van. Nagyon barátságosak. Nagyon nagy a baráti körük a halacskáknak. Hát borzasztóan kis barátságos emberek. Látjátok? Tök jó, ilyen pikkelyes lett egyébként. Mondom, megpróbálom befotózni, de ilyen nagyon jó fej, ilyen pikkelyes lett így az egész, amire most rá is fogok egyébként dolgozni. Tehát azt csinálom, most, hogy ilyen pöttyököt húzok bele, teszek bele így a világos területbe, és utána így egy kicsit ilyen pikkelyszerűen elhúzogatom őket. Ha meggyűrődik a festék a felületen, nem kell megijedni, az utána vissza fog nagyon szépen így alakulni, tehát nem kell megijedni, ha egy picit a festéket felgyűrődni látjuk, tehát semmi baja nem lesz még itt. Az a lényeg, hogy a festék felületén dolgozzunk, jó? Tehát nem ér le az ecsetnek a hegye az üveghez. Az üveghez, nem érünk oda, jó? Tehát kizárólag a felületen dolgozunk. Hú, nagyon jó kis pikkelyes lett. Na, erre nem számítottam, ez így most nekem így nagyon szimpatikus. Ez így nagyon, nagyon jó pofa. Ugye folytatom ezt a részt. Na, tehát sok barát. Ugye ott tartottam, hogy nagyon sok barátjuk van,
Mert veszett jó a humorérzékük. Tehát a húgomnak is olyan humora van, tehát van benne némi nemű cinizmusság a humorába, de ez valami olyan bölcsességgel van körítve, tehát annyira igazat tud szólni, mondani, hogy egyszerűen ezen megsértődni nem lehet, csak tényleg egy ilyen nagyon jót nevetni. Jók a beszólásaik. Tehát, hogy így nagyon jól tudnak, pont akkor mondanak oda valamit, aminek teljesen ott van a helyet, tehát annak teljesen úgy kell lenni, az a fekszik az a kis beszólás. Tehát nagyon jó a humora a halaknak. És szeretik is egyébként őket a társaságban, tehát nagyon szeretnek velük beszélgetni. Hát ugye megint visszacsatolódik az, hogy ugye ösztönösen ráérez az emberek problémáira. A halak nem szeret magáról beszélni. Tehát például innen nagyon könnyen felismerhetjük a halakat. Tehát ő tényként közli, hogy mit tudom, én vettem tegnap egy autót, hello! És aztán egyébként itt a téma le is van zárva. Na jó, talán a márkát még megtudjuk tőle, de őt sokkal jobban érdekli a mi dolgunk, a mi problémánk. Tehát azt is hihetnénk, hogy a halaknak nincs problémája. Hú, csajok, ez nagyon jól néz ki. Bocsánat, ha itt vannak fiúk, akkor fiúk is. Tehát a fiúkáinknak is üzenem, hogy ez nagyon jól néz ki, ezt mindenképpen próbáljátok ki. Tehát, hogy ugye nagyon jó a nagyon jó hallgatóság. Igen. Igen. Tehát sok esetben azt hihetjük a halakról, hogy neki abszolút semmi problémája nincsen. Van neki, de valahogy ő másképp kezeli ezeket a dolgokat, mint más jegyszülöttei. Várjatok, mert itt most megpróbálom. Jó. Nem így, közben nézem folyamatosan így fölfele a videót, mert hogy ugye lássam azt, hogy itt most hogy néz ki a képen, hogy így bele kell esetleg így egy kicsit nyúlni, vagy esetleg valami szint még érdemes lenne oda tenni. Mert ugye folyamatosan belenyúlunk, akkor ez a pöttyöződés sem megszűnik, ami most egy nagyon érdekes mintát ad neki. Hát azt hiszem, most én ilyen aranyhalakat csináltam majdnem. Wow! Na, ide még nekem hiányzik. Látjátok itt, minthogyha itt egy kicsit üres lenne. Na, tehát miért jó még a halacska? Nagyon jó beszélgető partner. Ritkán kritizál, tényleg, igen. Igen, nem kritizál. Tehát nagyon ritkán. Maximum azt mondja, hogy jó, az így neked, akkor csináld így. Hát segítek én, ha nem, de úgy igazából nem ítélkezik senki felett. Hát ez nagyon jó lett ez a rész. Azon gondolkozom, hogy ezt a farok részt, ezt viszont lehet, hogy így elmélyíteném egy kicsit. Nézzétek csak, csak hogy úgy használjuk a színeket. Tehát ide igazából még így beletettem. Ugye azt tudjátok, hogy fülpucolóval lehet javítani, tehát nem azért nyálazom be a fülpucolót, mert hogy a víz le fogja hozni az alkoholbázisú festéket. Nem, azért, hogy a szöszök rátapadjanak magára ugye a fülpucolóra, és ne bele a munkánkba tapadjanak, jó? Hát ha valaki látja, hogy itt benyálazgatom, akkor ez azért történik. Na, így milyen, nem jobb így egy kicsit? Hogy itt élénkebb ez a dolog? Ez a farok rész. Na most így ránéztem az órára, tehát 24 perc egy hol. Oké. Okay. Akkor lassan jöhet a másik halunk, nem? Na most itt fordítsunk ki a történeten, azon gondolkozom, de szerintem nem fogok. Tehát azon gondolkoztam, hogy itt a feje legyenek kék, és a farka menjen át aranyba, de nem. Azért valamilyen szinten szeretném meghagyni a halaknak ezt a fajta stílusát, tehát lehet, hogy annyiban fogok változtatni. Én itt szoktam ecsetet törölni. Tehát belemártam az aranyfestékbe a kék ecsetet, majd utána én itt így simán kitörlöm, és szerintem az ecset így már jó. Ugyanis az ecset nagyon sokáig csak felveszi a festéket.
Tehát most, ha már nem tud festéket felvenni, mert mindent leadta, akkor, vagy tele van, akkor ugye leadja a festéket az üvegre, és ha ezt mi letöröljük, tehát most itt adott esetben az aranyat, akkor utána nyugodtan belenyúlhatunk a kékbe, vagy egy másik színbe. Fehérbe nem szoktam színes festőecsettel átnyúlni, de más színbe bátran, mert nem fog belekerülni a szín. Tehát én nem szoktam kimosogatni minden szín után az ecsetet. Szerintem valamelyik videómban mondtam már, hogyha valaki nagyon sokat fest fehérrel, akkor legyen egy olyan ecsete, ami csak a fehérnél használ. Mert az megéri. Tehát az szerintem egy jó dolog, hogyha van egy ilyen. Na, akkor egy pillanat, összeszedem a gondolataimat. Tehát megpróbálok visszatérni a halakhoz. Hoppá, egy kicsit belenyúltam. Oda majd mindjárt vissza fogok tenni egy kis kéket, de most először befejezem itt a fejet. Tehát nagyon szereti a halak a biztonságot. Tehát ugye ő egy álmodozó kis lény, kis emberke, és neki nagyon fontos az, hogy ezeket az álmokat, ezeket úgy tudja megélni, hogy minden félelem nélkül, tehát hogy a biztonságban legyen. Az ő kis fantázia világa, ha lehet, ez azért, hogy ne nagyon sérüljön. Ezért nagyon-nagyon jó, hogyha partnerként is, meg munkahelyen. Tehát egy olyan partnere, főnöke van, aki erőteljes, aki nagyon stabil. Ennek ellenére ugye nem agresszív, mert ugye az agresszivitás a halak érzékenységével abszolút nem összeköthető, de mégis határozottan mutatja az irányt, hogy ugye a halak, te erre úsztál, drágám, erre biztos jó. Illetve, hogyha a halak bármiféle olyan dolgot szeretne csinálni, ami természetesen az ő kis fantázia világába belefér, mert hát miért ne férne bele, akkor azt tudja neki mondani a partner, hogy figyelj, álljunk meg, ezt most egy kicsit gondoljuk végig, mert ez így nem jó. És hallgat erre az emberre. Tehát akkor, hogyha a halak megkapja a maximális biztonságot a partnerétől, akkor például így, tehát partner kapcsolati szinten, akkor belőle egy álomházastárs válik. De ehhez tényleg szüksége van a biztonságra. Ugye ez a férfiak esetében egy kicsit nehezebben kivitelezhető, mert ugye hát a halak, a sellők, a női energia, a nőiesség, befogadás, ugye hát elég furán néz ki egy párkapcsolatban, amikor ugye hát egy férfinak egy nagyon erős és stabil hölgyre van szüksége, ez azért inkább jelenleg, tehát a mostani világunkban vitákat eredményez. Ennek ellenére, hogyha mi tudjuk magunkról, hogy nekünk ez jó, és ez a hasznunkat szolgálja, akkor szerintem ne vitázzunk az adott hölgyeménnyel azon, hogy ő miért csinálja ezt, vagy miért mondja azt, főleg ha szeretjük, és jól működik a kapcsolatunk, hiszen ugye a mi érdekünkben teszi, mert valószínű, hogy ő kicsit jobban két lábbal áll a földön. De hát ezt ugye mindig az adott szituáció fogja majd megmutatni. Légy szíves, mert írjátok meg, hogy így halakismerős kinek van. Na milyen? Látszik? Várjátok, most tudjátok, mit csinálok? Most Isten bizony, most csinálok egy fotót erről a halacskáról. De csak azért, hogy meg tudjam nektek mutatni majd Facebookon, amiről beszélek. Tehát föl szeretném rakni ezt a halat. Úgyhogy lássátok, hogy ez borzalmasan jól néz ki. Kicsit sötét a kép. Azt nem tudom, hogy tudom kivilágosítani. De majd ezt felrakom Facebookra, megmutatom, majd a videó alá a szövegekhez oda teszem. Hát ez így nagyon jól néz ki. Na. Tehát mit tudok még így a halacskákról?
Az érzelmeiről beszéltünk, illetve beszéltem. Művészet. Biztos, hogy van a csoportba halacska. Halak szeretik a művészetet. Nagyon szeretik a művészetet, tényleg. Például a halak egyáltalán nem fukar. Spórolós, de nem fukar. Tehát ami azt jelenti, hogy ő igenis a minőségért hajlandó áldozni, és a minőséget hajlandó megfizetni, mert mivel egy ilyen csodás kis fantázia világban él, ezért nagyon fontos számára az, hogy a környezete szép legyen. Oda nem, ide. Tehát, hogy a környezete az olyan tényleg olyan csodás, rendezett, harmonikus. Nem mindenki egyébként, nem minden horoszkópé. Én, mint vízöntő, elmondhatom magamról, hogy uralkodom a káosz felett néha. Nagyon harmonikus az otthonom, de azért tudok uralkodni benne a káosz felett. Tehát néha rajtam úgy elhatalmasodik. A halaknál ez azért nem jellemző. Tehát a halak azért nagyon szereti a kis rendet. Ugye a belső kis fantázia, gazdagság, a gazdag lelki világa, az természetesen visszatükröződik az ő otthonában is. És ez azért egy jó dolog. Ó, de érdekes lett. Fú, nagyon jó, tényleg, nagyon jó. Amikor ezt a videót ti halljátok, akkor ugye már láttátok a hozzá kapcsolódó képet, mert mondom, vagy a poszt alatt fogom megosztani, illetve a videó alatt, vagy valahogy, tehát mindenképpen valahogy a tudomásotokra hozom, hogy én itt miket fotóztam. Nagyon szép. Na, még halacskák, legalább addig, amíg ugye a halacskákat festem. Kerülik a konfrontációt, nem szeretnek konfrontálódni. Tehát nem igazából vágynak arra, hogy ő nekik most így bármi ilyenbe bele kelljen. Látjátok? Hoppá. Bele kelljen keverednie. Szereti nagyon békésen elintézni a dolgokat. Tényleg az önfeláldozása miatt, például így a munkahelyi önfeláldozás. Tehát ha ő szeretne munkahelyet váltani, ő szól. Tehát szól a főnökének, hogy figyelj, hello, én nekem itt most ez elég volt, és én itt váltanék. De ő jelzi azt is, hogy keres magam, tehát keressen helyette valaki mást a főnöke. És a halacska az abban mutatkozik meg, hogy lehet, hogy ugyan ő mondja azt, hogy a főnöke, hogy egy hónap múlva elmenne, de ha a főnöke nem fog egy hónap múlva találni helyette egy embert, akkor a halak sehova nem fog elmenni. Hanem a halak szépen ott marad, és ki fogja várni, akár a saját kárán is, hogy a főnöke találjon helyette valakit. Tehát ugye ebből az is adódik, hogy borzalmasan megbízhatod. Nem csap be senkit. Inkább egyébként megmondja a frankot, utána kisiklik, elmegy. Hát ott se lettem volna. Ezzel a frankóval néha vannak ilyen dolgok, hogy az ember megbántásnak érzi, de egyébként a halaktól nem kell. Tehát a halak él a kis belső világában, nagyon aranyosan, tüneményesen, zseniális barát. Hát azt mondják, hogy tényleg nagyon jó barát, nem nagyon lehet benne csalódni. Ha megbántják, hát akkor azt azért ő nagyon nehezen viseli. Tehát kell neki idő arra, hogy ezeket a dolgokat feldolgozza. Nem feltétlenül haragtartó, de azzal az illetővel utána azért nem szívesen fog találkozni, elutasító sem lesz minden esetben, de azért ott már benne lesz egy kis félelem. És hát ugye félni, konfrontálódni nem szeret, ergo inkább el fogja kerülni ezt a dolgot. Na, ide lejövök még, ide az alsó részre. Most itt egyébként azon gondolkozom, hogy ez ide becsatolódott, az oda becsatolódott. Tehát mi a manót csináltam én itt nem jól, de hát ez majd ki fog derülni a végénél. Ide még bepöttyintem ezt a kis narancssárgát, mert itt nagyon, nagyon leüllepedett. És akkor ide még így ezt
Itt ilyen kicsit narancssárgásra megcsinálom ezeket az alsó kis uszonyokat. Jaj, de szép lesz! Hello, halacskáim! Tényleg egyébként ez most mekkora ötlet? Hát mondjuk ezt odaadhatnám a húgomnak, ezt a képet. Ez egy ilyen nagy ötlet. Az a helyzet, hogy rengeteget gondolkodtam már rajta, hogy ugye amiket így most nagyon sok képet festek, azokkal mit csináljak, hogy csináljam. Mert hát ugye van olyan kép persze természetesen, ami eladásra megy, de hát ugye az embernek vannak azért olyan ismerősei, akik mindig az adott aktuális jegyben születtek, és lassan már nem férek el a falamon. És nem csak a horoszkópok miatt, de már így elég sok mindenem van. Na, hát mit mondjak még nektek a halakról? Amikor ilyen megbántás miatt, csalódottság miatt, depressziós lesz, akkor jó, hogyha van mellette egy erős társ. Tehát eleve azért, mert ugye akkor nem fog annyira megbántódni, és nagyon könnyebb, sokkal könnyebben veszi ezeket az akadályokat. Másfelől meg azért, mivel ugye elég érzelmes lény, és empatikus, és nagyon odafigyel másokra, ezért ugye befolyásolható is. Tehát a jó helyen elejtett pár olyan szó, amivel ugye arra tudjuk bírni a halakat, hogy hát ő most úgy felénk hajoljon, odafigyeljen ránk, úgy egy kicsit meglássa a mi problémáinkat, segítsen nekünk, ez azért a halakat képes egy elég rossz társaság fele is elvinni. Főleg ugye fiatal korban. Tehát a halak mellé azért egy határozott szülő, az nem egy hátrány. Nem tudom forgatni a hungarocellt, mert bocsánat, elég értelem van az asztalon, tehát most azért próbálom így, de most megint készítek nektek egy képet, mert itt tényleg gyönyörű. Fotozzátok le egyébként mindig így a munkáitokat. Tehát akár így közbe is. Tehát ilyen kis fázisképeket nyugodtan csináljatok róla. Mert nektek marad meg. Tehát ugye megmaradnak ezek emlékként. Ha most én nem látjátok a videón, de amikor fotózok, itt konkrétan benne egy hatalmas lámpa van. Ezt én nem látjátok, de mindjárt megmutatom. Majd kirakom akkor ezt a képet is. Pont belevilágít ez a lámpa, amivel dolgozom. Na! Haladunk, haladunk, haladunk. Ígérem, hogy egyszer csak kész leszünk. Tehát erre nagyon kell figyelni a halaknak, hogy ne keveredjen rossz társaságban, mert erre hajlamos. Tehát sajnos az empatikus készsége miatt nagyon-nagyon bármit képes elhinni másoknak. Aha, ez itt most rossz lett. Látjátok, mert ennek itt a folytatása, tehát fogom, és egyszerűen csak simán kiszedem egy fülpucolóval, tehát nem nagyon problémázom rajta, és most én itt a bronzba nyúlkálok egyébként. Tehát ide most beleteszem, nem töröltem le rendesen az ecsetet, marad benne egy kis kék. Na, úgyni. Ez így most rendben van. És akkor viszont ez meg itt folytatódik. Ugye itt keverem a kéket az aranyjal, amiből egy ilyen zöldes árnyalat lesz az aranysárga alapja miatt. Ez szép ez a szín, nagyon. És itt is egy picit belepöttyözök, hogy ugyanazt a hatást el tudjam érni, amit itt az alsó faroknál van. Nem tudom, hogy aki elkezdte már festeni, az hogyan készített el, de ilyenkor egyébként, hogyha én megrajzolom a kontúrt, és tényleg véletlenül elfelejtem a mintát, akkor rögtön fölrakni, azonnal sikítsatok rám, messengeren föl is hívhattok telefonon, hogy Orsi, elfelejtetted a kontúrt. Most egy kicsit zűrösebb hetem volt, illetve hétvégén. Ilyen szülinapi bulizás volt.
Most nem volt olyan nagy buli, de gyerekekkel a barátnőmnél voltunk, és hát ugye, amikor gyerek van, akkor gyerek van. Hát akkor az ember nem tud úgy dolgozni. De ilyenkor szóljatok rám, és nyugodtan fessétek meg rögtön, és nyugodtan tegyétek föl. Bár ugye, akinek halak ismerőse van, az általában ajándékba szánja. Na, mindjárt készen vagyunk, itt a farok résztel is. És akkor festjük a pöttyöket, meg a fát, meg itt a halak farkánál azért a korrigációkat, vagy igen, korrigálásokat megcsinálom, korrekciókat, bocsánat. Elkészítem, vagy itt most én sem tudom, hogy ki kivel van, de ez ugye, amikor megnézem a nagy képet, tehát egy kicsit távolabbról, akkor ez azonnal látszódni fog. Amikor kontúroztam, akkor olyan jól tudtam. Ez a farok részt hova tartozik? Hát fogom, rajzolom, és utána fogalmam sincs, hogy ki kivel van. Ez előfordul. Ide jön még egy kis arany. És jön majd mindjárt a kedvenc keverékem. És ide szükségem van még nekem, sőt, ebbe is bele. Ide, én ezt itt teljesen. Az úgy döntöttem, hogy ez ide tartozik. Mert itt ugye úgy is bezáródik a kis cella. Na hát igazából a halakról úgy nagyon, nagyon többet nem tudok nektek mesélni a halacskákról. Tehát így majdnem 40 percbe. Jó, annyi nem volt, legyen egy 20. Mert közben üvegfestettünk is, így mindent elmondtam. Na. És most a jó, ez az oldal. Ennél a képnél is majd fogunk olyat alkalmazni, hogy ugye utólag egy kicsit kicsicsázzuk. Tehát az itt is belefér majd. Úgy né. Sokkal könnyebb leszedni ilyenkor a festéket a kontúrról. Később is le lehet, akkor javaslom, hogy az alkoholos oldószerrel, tehát a szolventtel tegyük. Jó, tehát lehet. Későbbiekben is. Kicsit másabb a metálokkal festeni, de ha ezt kipróbáljátok, akkor érzékelni fogjátok. Nagyon jó hatásokat lehet vele elérni. Tehát most ez itt a reklámhelye. Bence Bori, a mandala pontos Bori. Tehát ő azért álommandalákat fest, és álomszínkeveréseket alkalmaz. Tehát nagyon, nagyon ajánlom, hogy nézzétek a Bori munkáit, de nagyon-nagyon-nagyon szépen dolgozik, illetve aki még nekem borzasztó nagy kedvencem, és hát ugye nagyon kedvelt kolléganőm, ő az Andaglasz, tehát a Palocsai Andi, tehát ő is szerintem, Bori is, meg az Andi is tartanak kurzusokat Magyarországon. Tehát... és kész vagyunk a halacskával. Tehát lehet, hogy most ugye a koronás történetek miatt ez ugye lehetetlen, mert ugye találkozások meg ilyenek nincsenek. Ennek ellenére, amikor ez a történet egy kicsit felszabadul, akkor szerintem bátran nézzétek az oldalukat, mert rengeteg nagyon jó kurzusuk van. Hát jó, most ez így, hogy rengeteg, tehát azért fél évente, negyed évente azért tartanak kurzusokat. Itt a mikrofonomnak a zsinórja lógott egy picit bele. Na most jön a kedvenc színkeverésem. Na most egyet tudni kell, hogy én egy kicsit kifogytam most a színtelemből. Amikor ilyen van, akkor mutatnék egy ötletet, jó? Tehát a... van otthon csillámos, a csillámosnak a tetején, főleg a fehér vagy a szivárvány csillámosnak a tetején színtelen van.
Én azt szoktam csinálni, ha kifogyok a színtelemből, akkor rendelésig erről szoktam leönteni a színtelent, tehát azért egy picit rajta hagyok, de ezt szoktam használni, és utána fogom, és amikor megérkezik a színtelen, akkor visszaöntöm. Hát ilyet lehet. Jó? Tehát fogtam egy kupakba, és kiöntöttem színtelent, majd belecsepegtettek egy kis fehéret. Akik látták már régebbi anyagokat, azok tudják, hogy ebből egy ilyen fátyol fehér fog keletkezni. Egy olyan, hát én úgy hívom ezt igazán, hogy felhőfehér. Tehát ez a kicsit áttetsző fehér. És én ezt nagyon szeretem, de most kitörlöm ugye az ecsetet. Úgyni. És ugye azt mondtam, hogy én nagyon szeretném ugye ezeket a áttetsző kis buborékokat ilyenre készíteni. Várjatok egy pillanatra. Előveszek egy papírt. Előveszek egy piros papírt, mert így jobban fogjátok látni, hogy itt hova teszek színt. Jobban látszik? Jobban látszik. Tehát ez itt egy ilyen épp hogy fehér. Jó? Na most a buborékokat, azokat lehet, hogy, bocsánat, egyszerűbb úgy készíteni, hogy az ecsetnek a hátuljával. Mert akkor tényleg ki tudjuk tolni a buborékig a festéket. Főleg a színtelennél. Mert ugye én itt készítettem színtelen bubikat. Tehát itt tényleg ki tudjuk tolni a kontúr széléig a festéket. Látjátok? Nem tudom, hogy mi hallatszik bele a videóba, de nálam már itt azért, mindjárt mondom, hogy hány óra, 8 óra van. És a kisfiamnak a hallózása a másik szobából. Lehet, hogy behallatszik. Húzok a papírom. Ilyenkor érdemes ugyanazokat a kontúrozatot, tehát amit szeretnénk megfesteni ezzel a színnel buborékot, azt egybe megfestjük. Jó? Tehát nem úgy haladunk, hogy itt most egymás melletti buborékokat, tehát amire úgy gondoljuk, hogy egy adott színűre festünk, azt egyszerre megfestjük az összes bubit, jó? Egyszerűbb, gyorsabb a haladásunk. Lehet, hogy a háttérnél mutatok nektek majd valami érdekeset. Ahogy én szoktam még így háttért festeni, mert lehet, hogy azt szintén jól fogjátok tudni használni az üvegfestésben. Tehát én most akkor befestettem az összes olyan bubit, ami színtelen. A maradék, tehát a nagyok, a fehérek, azok nekem fehérre fognak jönni. Tehát én itt fehérrel szeretném. Jól látszik, ugye? Úgy, de ezt most ide teszem. De nagyon árnyékoljak. Tehát simán az ecset végével így megfestem. Tehát ugye ezek a köröcskék, ezek nem vékony részek. Tehát nem nagyon van szükségünk arra, hogy itt most a kis saslikpálcának a vékonyságát használjuk, mert hát ugye a saslikpálc az ilyen nagyon-nagyon vékony, tehát ugye ehhez képest az ecset azért egy kicsit bumszlip, sőt, az ecset vége egy jóval bumszlip, de próbáljátok meg, nagyon kényelmesen lehet vele festeni. És hát kéznél van, mert hát ecset. Tehát így bátran. Az jó, hogyha még valaki nem kontúrozott. A kontúrozásnál azért érdemes arra odafigyelni, hogy itt azért megfelelőek legyenek a kontúrok, megfelelő vastagságúak, tehát a kontúrnak a szélessége megfelelő legyen, hogy ugye ne folyogassanak át egymásba a festékek. Na, és akkor mi lenne, ha csillámos kéket használnék? Mit szólnátok egy kis csillámos kékhez? Hát most át kell helyeznem magam ide.
Hoppá. Bocsánat, csak a csillámosok azok kicsit máshol vannak. Tehát mit szólnátok ahhoz, hogy legyen a csillogó kék? Jó? Ez olyan jó pofa lenne itt szerintem. Na most kiveszem akkor a pirosat. Jó, látjátok a fehéret, hogy hova helyeztem, tehát most már tudjátok. Egyébként olyan érdekes, mert ahogy most így visszanézem, illetve hát látom így a kamerát fönt, narancssárgában hal, mint eredetileg. Tehát nekem itt nem ennyire narancssárga. Nekem sokkal, de sokkal világosabb. Ugye az ecset végével kevertem föl, itt így érdemes lehúzogatni, sőt, igazából érdemes letisztítani az ecsetet, hogy fölöslegesen ne folyjon bele a pöttybe, jó? És ugye ugyanez a történet, tehát fogom, és így az ecset végével ugye oda teszem. De jó lett, ez így nagyon jó pofa. Ez így nagyon aranyos. Ez aranyos lett. Puk. Hoppa. Ha kicsit sokat teszünk, akkor semmi probléma. Ugyanúgy benedvesített fülpucolóval egyszerűen felszívjuk egy picit. Tehát a fülpucolónak a szivacs része, ugye, ez a vatta része, bocsánat, az úgy felszívja a felesleges anyagot. Jaj, ez nagyon jó így. Hát lehet, hogy még fogok pöttyökéket rajzolni. Ez nagyon jó pofa, ez nagyon tetszik, nagyon szép ettől. Na most igazi ilyen csili-vili, gazdag stílusú képet csináltam. Feng Shui alapján, hát ennek biztos, hogy örülne valaki. Biztos hallottatok már így a Feng Shui-ról, így a térrendezés tudományáról. Hoppá! Oda belement egy pötty. Kiszedtük. Na! És akkor most jönnek a felső részek. Na, ha már ennyire belevetettem magam ebbe a csillámos dologba, tehát akkor azt mondom, hogy csillogjunk. Fogom, és előveszek egy aranyat. Jó? Előveszek egy aranyat, ugyanúgy fölkeverem. Jó? Tehát ez a csillogó arany. És jól fölkeverem. Agyni. És akkor ezeket én a csillogó aranyjal fogom megfesteni. Hogyha már így a halacskánál lesz. Hú, nem tudom, most nagyon jár a buksim a háttéren. A háttérre. Hogy az előbb volt egy jó kis ötletem, de nem tudom, azon még egy kicsit agyalok, hogy így most, hogy így beleraktuk ezt a sok csillámot, vajon az úgy jó-e? Ide is egyébként lehet többféle csillámot belevinni. Mindjárt nézek még egy, mondjuk ő legyen egy bronz. Látjátok, a bronznak egy kicsit másabb. Na, ő már azért egy régebb óta itt lévő. Őt is nagyon jól fel kell keverni, jó? És ugyanaz a szabály, mint a metáloknál. Tehát, hogyha folyamatosan használjuk, nem csak így egy-két pillanatig, akkor tegyünk bele egy keverőt, jó? Na, itt esetleg, ugye itt lehet akár bronz, lehet akár piros, lehet fele-fele, lehet keverni is, vegyíteni is egy kicsit, hogy világosabb, sötétebb. Itt most tényleg bele kell raknom egy ilyet, mert nagyon megy le az aljára a csillám. Hát ugye a csillám az nehezebb, mint a bázis, tehát maga az üvegfesték. Tehát a csillámkák így lecsúsznak az üveg aljára. Látjátok jól? Úgy né. De valamik belepottyantak.
Nem. Ide egy kis narancs, illetve bocsánat, bronz. Ez a narancssárgás. Itt is ugye figyeljünk oda a kontúrra. Hogy a kontúrra ne nagyon menjünk rá, vagy ha rávittük a festéket, akkor az ugye azonnal legyen letörölve. Nem csinálhatunk ilyen kicsit halványabbakat, erőteljesebb színűeket, keverjük bátran össze a színeket. Tehát így nyugodtan, ahogy tetszik. Jaj, kíváncsi vagyok, hogy hány különböző féle fog készülni. Illetve majd évvégén leszek nagyon kíváncsi, amikor megnézem, ezt szeretném megnézni, hogy melyik horoszkóp volt az, amiből a legtöbben festettétek meg a mintát. Erre kíváncsi vagyok. Na, jó, ez így aranyos lett. De ez is egy ilyen több dolgos, tehát most föl fogom tenni, hogy ez fönt legyen, meg legyen, de folytatni fogjuk. Tehát ez akkor még mindig csak a második rész, jó? És itt is. Na, és akkor ezzel a résztel mindjárt kész vagyunk. Én még ide teszek egy olyat, amit csak egy kicsit halványítok. Illetve az aranyat a sötétítem, de... Na. Na, mutatom, hogy jelenleg hol tartunk, jó? Tehát jelenleg itt tartunk. Én most még ezt itt megfesteném, jó? Jaj, lehet látni? Hú, lehet, hogy így ezért elég jó. És nem szeretném, hogy így nagyon megfolyjon. Na, akkor egy kis türelmet. Nekem van egy kevert barnám, de nem is. Tudjátok, mit fogok? Egy sima barnát fogom, és bele egy kis bronz. Tehát a sima sötét barna, jó? Tehát a sima barna, és akkor bele a bronz. Jó. Úgyne. Itt vigyázzunk, ugye a színtelennél, ott ugye van egy pöttyünk, arra figyeljünk. Azért őszinte leszek, én el tudnék még itt festegetni egy-két-három órát. Beszélni lehet, hogy nem tudnék annyit, de hogy itt ülni és festegetni. Hát szeretem, amikor úgy kész van valami, amikor úgy elkészül. Hoppá. Igen, ez akkor szokott előfordulni. Nálam gyakorlatilag mindig, amikor jó sok festéket veszek az ecsetre, mert hogy ugye én azt mindig hangoztatom, hogy festék nélkül nem tudunk üveget festeni, tehát mindenki bátran vegye fel a festéket, jó? Na és akkor most jönnek ezek a kis erezett kék a fának,
amikor csak egyszerűen, nem tudom, hogy látjátok-e, de annyit csinálok, hogy én így bronzzal így belehúzkálok. Na most, hogy ez nem úgy nézzen ki, mint ahogy most kinéz, ezért így lefele is meghúzogatjuk, jó? Tehát amit ide rajzolunk, annak semmi köze a biológiához. Tehát nem az a cél, hogy utána mindenki ezt nézze rajta, hanem az, hogy így próbáljunk meg ilyen kis erezeteket kialakítani, jó? Tehát így a fának így a kérgét gyakorlatilag. Jó? Hát várjatok, megint emelek. Hátha így jobban látszik. Jó, de erről is készítek. Bocsánat, csak most benne volt a számban az ecset, tehát erről is készítek úgy fotót, hogy ezt gyakorlatilag lehessen látni. Jó. Úgyni. Na. Tehát én azt mondom, hogy akkor most itt ezzel az első résszel én így kész vagyok. Jó? Azonnal elfordítom, és akkor nézzétek meg ti is. És akkor még egy videóban itt folytatni fogom, mégpedig a háttérrel, jó? Tehát a háttérfestés részével, jó? Ha valaki már elkészült, akkor tegyétek már föl, kérlek szépen a csopiba, vagy ahova szeretnétek, csak hogy hagyd nézzem meg. Isten bizony nem ötleteket akarok. Hát nagyon gondolkozom azon, hogy a hátteret úgy fogjuk megfesteni, hogy a hátulját fogjuk megfesteni akrilfestékkel, jó? Tehát ez most, ami az én fejemben jár, és még pedig egy különleges, egy ilyen szivacsolós technikával, de ebbe még bele szeretnék tenni más alapanyagokat is az akrilfestéken kívül, tehát szerintem izgalmas lesz a dolog, de le kell még tesztelnem. Tehát én is ugye így szoktam tanulni, hogy így én is mindig valami újdonságot próbálok meghozni nektek, és hát így mindig bebevillan egy-egy kép, egy jó pofa kis intuíció. Jó, akkor szeretettel várlak benneteket a következő videónál, és kellemes alkotást kívánok. Itt a fába még, hogyha így belehúztok, akkor annyit fogtok elérni, hogy a barna festék az egy kicsit oldalra tolódik, és úgymond kinyílik az út a réz, vagy ez a metál szín előtt. Tehát ezzel próbálhatok még egy picit játszani. Jó? Kellemes alkotást kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és végignéztétek a videót. Aki még esetleg nem tette meg, azt nagyon szépen megköszönöm, hogyha feliratkozik a csatornára, és hogyha lájkolja a videót. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Sziasztok!